Pakisztán területének egyharmada víz alatt áll, az elmúlt időszak rendkívüli esőzései és áradásai miatt 10 milliók váltak hajléktalanná, 3,5 millió gyermek oktatása megszakadt, éhínség és betegségek pusztítanak az országban. Az ENSZ főtitkára a pénzügyi támogatás nyújtására szólította fel a világot, a természeti csapásért pedig a klímaválságot tette felelőssé. Sátortáborban húzzák meg magukat az árvízsújtott a területekről kimenekített pakisztáni családok. A rossz higiéniás körülmények és az élelmiszerhiány miatt a kismamák csecsemőik megfelelő táplálásáért küzdenek. Néha két napig nem eszünk, nincs tejem, hogy szoptassam a gyermekemet. Beteg vagyok, és a gyerekem is beteg, mondta egy anyuka, akinek mindössze 5 napos csecsemője orvosi ellátásra szorult. A legyengült állapotú újszülöttel a legközelebbi kórházba mentek, ahol megvizsgálták a kicsit és gyógyszert írtak fel neki. A gyermek nem jut anyatejhez az édesanya alultápláltsága miatt. Nagyon sok fél évesnél fiatalabb gyermekpáciensünk szenved hasonló problémától. A rossz táplálkozásnak köszönhetően gyakoribbak a különféle megbetegedések is, mondta egy gyermekorvos. 2 órája gyalogol egy csoport férfi, amikor a melligérő vízben végre észreveszi őket egy katonai csónak. Azért indultak el, hogy élelmiszert szerezzenek a családjuknak. Még mindig sok falut teljesen körbezár az áradás, az ivóvízért ugyanúgy tömegek állnak sorba, mint az élelemért. Pakisztán hónapok óta küzd az áradásokkal, földcsuszamlásokkal. A természeti katasztrófa legalább 33 millió embert érint. Csaknem 1400-an meghaltak, 10 milliók váltak otthontalanná. Elpusztult 2 millió hektárnyi termés és 800 ezer haszonállat veszett oda, ami sok család jövőbeni megélhetését befolyásolja. Today is Pakistan. Ma Pakisztán, holnap pedig az ön országa kerülhet bajba, bárhol is él a világon, mondta Antonio Guterres, aki 2 napos figyelemfelhívó utazást tett az elárasztott országban, ahova az ENSZ menekültügyi szervezetétől érkezett segélyszállítmányt kísért. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének főtitkára azt mondta, hogy Pakisztánnak hatalmas anyagi támogatásra van szüksége, hogy túljuthasson a válságon. Hozzátette, ez nem nagy lelkűség, hanem igazságosság kérdése, mert az ott élők nem előidézői, hanem elszenvedői a globális károkozásnak, ami a drasztikus éghajlatváltozáshoz vezet. Mint fogalmazott, meg kell állítani azt az őrületet, amit világszerte a természettel tesz az emberiség. A tudományos közösség szerint 2030-ig 45%-kal kell csökkentenünk a káros kibocsátásunkat. Nem a század végéről beszélek, nem 2050-ről, hanem a jelenről, fogalmazott az ENSZ főtitkár. A pakisztáni kormány és Guterres is az éghajlatváltozást okolta az árvízért. A kár becsült értéke 30 milliárd dollár. Júliusban és augusztusban Pakisztánban 391 mm eső esett, ami közel 190%-kal több, mint a 30 éves átlag. A legsúlyosabban érintett déli szint tartományban az átlagosnál 466%-kal több eső esett.